Március 15-e a nemzeti összetartozásunkat leginkább kifejező ünnep, így fogalmazott idén Appelshofer Ágnes, Tolna polgármester az 1848-49-es szabadságharc alkalmából rendezett városi megemlékezésen. A magyar forradalom és szabadságharc ezért nem csak újkori történelmünk messze világító eseménye, hanem egyben nemzeti önazonosságunk alapja is. Ahogy a Jókai Mór már 1848-ban olyan jövőbelátóan fogalmazta meg, kell, hogy történjenek. Olyan csodák, amiket 10 nemzedék megemlegessen. Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősíték. Tolna polgármestere arról beszélt, hogy a modern polgári Magyarország alapjait az 1848-as események teremtették meg. A 48-as forradalom nemzetalkotó eszméi olyan alapokat teremtettek, amely a kiegyezéshez, 1956-hoz és a rendszerváltáshoz is példát adott. Március 15-e mindemellett olyan ünnep, ami benne él a szívünkben. Előjön időről időre, amikor nehézségekkel nézünk szembe. Megkapaszkodunk üzenetében, szellemiségében, összetartó erejében. Mert a magyarságnak joga van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz és a szabadsághoz. Sokszor mondjuk, hogy a szabadságharc elbukott, de a lényeget tekintve ez nincs így. A forradalom indította el a változást. Azzal, hogy 48-ban az utolsó magyar rendi országgyűlés megalkotta az új törvényeket, azzal, hogy hosszú idő után sikeres szabadságharcot vívtak, olyan közösen megélt tapasztalatot és érzést adtak a magyaroknak, ami visszavonhatatlan változást hozott. Olyan elődeink, hőseink vannak, akik az egységet, a nemzeti békét és az európai felzárkózást állítják elénk példaként. Olyan hősök, akik egész Európának például szolgáltak. A szabadságharc és annak vívmányai elképzelhetetlenek lettek volna azok nélkül, az ifjak nélkül, akik elsőként mertek kiállni az elnyomás ellen. Magyarország jövője Appelshofer Ágnes szavai szerint ezért most is a fiatalok kezében van. Nem legyőzni, megsemmisíteni akarták mindazt, ami volt, hanem jobbá tenni. Megértetni a világgal, hogy közösen, nemzetben gondolkodva lehet európai értékeket, haladást és fejlődést elérni. Ők voltak akkor is, ma is a nemzeti jövő zálogai. Tették azt, ami feladatot vállaltak, célul tűztek ki, s jól cselekedtek. Nem futamodtak meg az akkori, sokkal keményebb körülmények között sem. Tudják, mennyire fiatalok voltak a 48-as forradalmárok, akik elindították és megszervezték a márciusi forradalmat. Petőfi 25, Jókai 23, Vasvári Pál 22, Korányi Frigyes 19, Lehocki Pál 27, Nyári Albert 20, Vajda János 21, Irinyi Dániel 26, Irinyi József 26 esztendős volt, csak néhányat kiemelve közülük. Kedves szülők, ha gyermekeinket, fiataljainkat úgy neveljük, hogy a saját nemzete legyen a legfontosabb a közvetlen környezetén túl, akkor tovább él a nemzetünk, mert a jövő reménysége az ifjúság. Kedves tolnai ifjak, ne hagyjátok elveszni a magyar nemzetet. Ismerjétek meg és őrizzétek 1848 szellemét. A sorsunk, a magyar nemzet sorsa a ti kezetetekben van. Maradjatok meg másokkal szemben toleráns demokratának, nyitott szellemiségű európainak és becsületes magyar embernek. Tolna polgármestere arról is szólt, hogy a nemzeti szuverenitás kiharcolása nem csak a márciusi ifjakra háruló feladat volt, hanem a mai Magyarországon élőknek is ezért kell küzdeniük. A nemzet közös ihlet, mondja József Attila, s ezt valljuk mi is. Ezért elfogadva a történelmi örökségünket, hűen a magyarság gondolatához, a 21. század valóságában, egy stratégiai együttműködési rendszerben sem szabad feladni a nemzeti szuverenitás és önrendelkezés jogát. Petőfi lelkesedésével, Széchenyi megfontoltságával és Kossuth tenni akarásával. Mert tetteiben él lesz igazán nagyja a nemzet. A mi felelősségünk a múltban gyökerezik, de a jövőbe mutat. Ezért is fontos Magyarország számára, hogy kivívtuk helyünket Európában. Ezt a felelősségteljes utat kell követni a jövőkben is. Elkötelezettséggel Európa,
közösségünk és nemzetünk iránt. Az önrendelkezés jogára építő politika Magyarország és a Magyarország sikeréhez vezető egyetlen út. Tolnán a Szent István Parkban megtartott városi megemlékezés koszorúzással ért véget. A város vezetői mellett a helyi közintézmények, a civil szervezetek, valamint a politikai pártok képviselői is lerótták tiszteletüket a szabadságharc hősei előtt. Két ifjú térdelkezőkben a land, a kopja tövén, mintha volna feszület. Zsibong a halával a völgyben a land, a légy győzelem ünnepen tület. Ezek a felvételek már a helyi lovardában készültek, ahol a helyi Szent István Katolikus Gimnázium diákjai Arany János Szondi két apródjának átdolgozott változatát állították színpadra. A helyi gimnáziumban már hagyomány, hogy a nemzeti ünnep kapcsán egy az alkalomhoz illő darabbal készülnek a diákok. Mégsem leszek szolga a császár.